Ügyintézésről kapcsolták ezt a hívását. Miről tájékoztatták kérem, miben segíthetek önnek? Állítólag Kecskeméten valaki az én számlámról szeretett volna valakinek utalni 1.200.000-re, de ez nem sikerült neki. És ugye az ön kollégája azt mondta, hogy átirányít ide önökhöz, és akkor majd önök mondják, hogy mit kell még tenni. Igen, tehát itt látom, Fenyvesi Mártéról van szó, tehát ez nálunk tiltó listán van ez a számla, lényegében 2 hete adatolást a gyanújával, ezért is tűnt gyanúsnak, ezért is nem sikerült ez a tranzakció szerencsére, tehát lényegében ezt a tranzakciót már töröltük, tehát az összeg nem kellett, hogy károsodjon a számláján. Aha. Viszont lehetett még itt ez a probléma, hogy nem rendelkezett esetleg ezzel az összeggel a tranzakció elindításakor, tehát lehetséges, hogy az adathalászoknak nincs teljes mértékű hozzáférése azon internet bankjához lényegében. Aha, aha. Lehetséges, hogy nem férnek teljesen hozzá. Tehát ezt úgy tudjuk ugye megtudni, hogy esetlegesen uram rendelkezett ezzel az összeggel, tehát ezzel az 1.200.000 forinttal korábban? Hát ezt önök látják egyébként, nem? Ez igen, csak az ön emlékezett, tehát ezzel le tudnám ellenőrizni azt is, hogy esetlegesen kár keletkezhetette, vagy esetleg on is leellenőrizheti egyébként, tehát hogyha most jelen pillanatban belép az internet bankjában, de viszont közben ugye itt egy jegyzőkönyvet is ki kellett szállítanom önnek egyébként. Az eljárásokra visszatérve. Benéztem az előbb, amikor a kollégája említette, hogy ugye történt ez az eset, de nem látom, hogy kevesebb lenne az összeg, vagy ilyesmi. Remélem, tehát akkor továbbra is milliós összegekkel rendelkezik, ugye? Hát remélem. A pontos összeget itt nagyon rendben. Tehát itt, uram, ön esetleg ön több banknál bankol, akiket értesítenünk kellene egyébként erről a fennálló problémáról, egy biztonsági eljárás, ugye ajánlott ilyenkor nekik is elvégezni, de ez már kötelező, ha nem szeretni, akkor nem értesítjük őket. Uh-huh. Igen? Mi volt a kérdés? Tehát több banknál bankol, kérem, mivel kötelességünk ilyenkor értesíteni is. Nem. Hogy esetleg nem csak az OTP. Semmi gond. Rendben. Tehát lényegében, uram, itt az eljárás az úgy fog zajlani, hogy elsősorban még én kiállítok itt önnek egy jegyzőkönyvet, mivel itt, ha jól látom, az ügyintézésen nem állítottak ki önnek. Itt a jegyzőkönyv kiállítása után már közelre kerülünk ahhoz, hogy esetlegesen hogyan törhették fel önt, és akkor meg tudom önnek mondani a pontos eljárásokat. Rendben? Persze. Tehát a napokban esetleg olyasféle adatokat, mint jelszó, azonosító, számlaszám, ilyen adatokat adott neki bárkinek is, bármilyen oldalon? Nem tudok róla. Értem. Tehát nem szokott interneten vásárolni, esetleg ahol bankkártya adatokat kell megadnia? Nem jellemző mostanában, hát csak a normál Tesco-s vásárlások, ilyesmik. Mhm. Értem, uram. Tehát itt önnek ez visszatérő probléma egyébként, tehát történt már önnel ilyen korábban? Nem. Értem. Tehát még soha nem adta el bankkártyáját esetleg? Nem. Hozzá az internetbank. Rendben. Tehát itt esetleg ön, amikor utoljára az internetbankjában volt, igen, észlelte bármilyen problémát, lassabbodást esetleg? Nem tűnt fel semmi ilyesmi, sőt egész szépen működik. Értem. Tehát egyébként ön telefonon keresztül, vagy számítógépen szokott leginkább bejelentkezni? Inkább csak telefonom. Tehát az applikációt használom, ugye? Rendben, de viszont az adataival tisztában van, tehát nem kell újat kiállítanunk önnek, ugye? A direktes adataival. Persze. Rendben. Tehát itt értesítés esetleg érkezett önnek erről a tranzakcióról, mivel többször is előfordult, hogy károsították ugye az adathalászok. Van egy ilyen módszer, hogy károsítják valamilyen módon az értesítési sávot, és nem önnek érkeznek meg bizonyos tranzakcióról az értesítések, hanem saját készülékre, tehát az adathalászok készülékére. Tehát ezt le tudnánk ellenőrizni, kérem. Nem vettem, tehát nem kaptam se tranzakcióról, se utalásról, se vásárlásról, semmi olyat, ami ismeretlen lett volna számomra. Rendben, tehát akkor nagy valószínűséggel ezt is helyre kellett hozni. Tehát lényegében egy helyreállítást elvégeznünk a készülékén. Ön egyébként az applikáció mellé bármiféle bankbiztonsági rendszert használ-e, tehát Anydesk esetleg ismerős önnek ez a program pár hónapja előtt létre, tehát nem sok ügyfelünknek van ez hozzáadva. Nem, ez nem ismerős.
nem ismerős. Lényegében ez egy olyan alkalmazás, ami egyfolytában megfigyeli az internetbankját, és esetlegesen más IP címekről. Tehát gondolom tisztában van vele, mi az az IP cím. Persze, igen. Tehát más IP címekről próbálkoznak bejelentkezni az ön készülékébe. Lényegében ezeket vizsgálják, és léptetje ki őket egyből, és akkor ott meg kell igazolni az applikáción belül, ugye, hogy ön szeretett volna bejelentkezni esetlegesen. Rendben, akkor lehet, ez is a probléma, tehát lényegében nem volt egy másodlagos biztonsági rendszer, ami megobja az internetbankját ezektől az adathalászoktól, tehát elsősorban segíteni fogok hozzáadni ezt a készülékéhez, és akkor ezzel megakadályozok azt, hogy visszatérő problémává váljon ez önnek, tehát a továbbiakban már egyből észre tudja menni, ha esetleg bármilyen probléma van lényegében az internetbankjával, és az eljárások alatt ugye egy vírusírtást is el fogunk végezni, vírusok után kutatva esetlegesen. Tehát hangosítjuk ki, kérem, elsősorban a készülékünket. Rendben. Itt önnek ez Android alapú, ugye? Vagy igen. iPhone? Android, igen. Android, igen. Tehát az alsó sávon látnunk kell három jelet, ugye, amivel ki szoktuk lépni az alkalmazásokból. A körgombra kattintsunk, kérem. Igen. És akkor most keressünk olyat, hogy Play áruház, ahonnan biztonságosan le tudjuk tölteni tehát az alkalmazásainkat. Tehát ugye interneten keresztül lett is ajánlott, hogy alkalmazásokat ne nagyon töltögessünk le, csak is Play áruházon keresztül. Ebben? Igen, igen. Tehát akkor kérem, ha megnyitottuk. Megvan, ott itt vagyok a Play-be. Rendben. És akkor most a keresősávra kattintunk, és miután megjelent a billentyűzet, én diktálom önnek a vírusítókészülékünknek a nevét. Rendben. Megvan? Aha. Tehát Amint András, N mint Nándor, Y. Igen. D mint Dénes, E mint Eszter, S mint Sándor, és K mint Károly. Tehát Anidesk, egy piros ikon fehér rombuttal a közepén, tehát a keresősávra kattintunk, és Anidesk távoli vírusírtó, távoli asztal esetleg. Igen, megvan. Igen, tehát kattintunk rá, és akkor letöltés, vagy telepítés. Megvan ezt, kérem? Elnézést, ön most irányítani szeretné lényegében a készülékemet távolról? Nem, lényegében a fájl átviteli. Tehát funkciót fogjuk használni ebben az esetben, ugye, mint ahogy említettem, itt a banki rendszerünkben van lényegében egy biztonsági rendszer, ezért is nincs hozzá az a több személynek ez. Na jó, ne haragudjon, ez nagyon aranyos volt, de most már nem bírom tovább, mert majdnem elrögtem magam. Figyelj, tudjuk, hogy csalók vagytok egyébként, de vigyázzatok ezzel. Vigyázzatok ezzel, mert nagyon-nagyon sok embertől hallom, hogy azért ez visszakövethető. Nem tudom, hol csináljátok, hogy csináljátok, profik vagytok egyébként, mert tényleg nagyon jól hangzik, meg ilyen tökéletű. Voltak ismerősök, akik ezzel próbálkoztak, de vigyázzatok vele, mert könnyen meg lehet tudni, hogy kik vagytok. Tudom, csak hogy nálunk itt elég komoly biztonsági rendszer, nyilvette, ugye. Tehát nem feltétlenül. Persze, de azért vigyázzatok, hogy nehogy a rendőrség rátok találjon. Tehát az a probléma, hogy nagyon kevés az esély arra, hogy ránk talál a rendőrség, mivel most nem fogom részletezni, de nagyon kevés. Persze, értem. Értem, persze. Tehát akkor lényegében akkor viszonthallás. Viszonthallás. Lényegében akkor viszont hallás. Ez zseniális. Ez lesz az új mondatom. Miután megbeszéltem hivatalos ügyeimet telefonon, mindig ezt fogom mondani, hogy lényegében akkor viszont hallás. Egyébként viccen kívül nagyon vigyázzatok, úgy néz ki egyre több az ilyen. Egyébként ketten voltak, sajnos az elejét nem tudtam rögzíteni. Szerintem egy másik csávó mondta, hogy észlelték, hogy ugye Kecskeméten valaki az én számlámról 1.200.000 el akart utalni valakinek, és hogy én ezt azért nem látom, mert ezt csak ők látják, ezt a tranzakciót, de ők ezt elhárították, és akkor ugye lényegében arra ment ki a játék, hogy az Anydesket tegyen föl, amelynek segítségével, ha ebbe belemész, elérik távolról a számítógépedet, telefonodat, és gondolom onnan már az lett volna a következő, hogy én megadom a banki adatomat, ők ezt látják, rögzítik, és akkor ugye megpróbálják felhasználni, stb. Valamilyen szinten aranyos volt, ahogy bevallotta. Ez tényleg ügyesnek tűnnek egyébként, hogy nem lehet őket elkapni. Furcsálom egyébként, mert telefonszám alapján le lehetne követni, hogy ki az, aki ezt a telefonszámot csináltatta, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdve lehetne őket kapkodni.
Nem tudom, hogy ki az illetékes, aki ebbe tudna segíteni, hogy ezeket így lefülelni, meg stb., de ha valaki tud bármi infót, hogy ezt a telefonszámot vissza lehetne követni, fejteni egészen a tulajig, az jó lenne, mert akkor lényegében meglennének. De érdekes. Érdekes volt azért ez. Vigyázzatok ti is. Sziasztok!